Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Liszt Ferenc 175 évvel ezelőtti látogatásának emlékére hangversenyt tartottak a Szekszárdi Vármegyeháza dísztermében. Az ünnepi este Gyurkovics János Szekszárd megyei jogú város alpolgármestere nyitotta meg, aki kihangsúlyozta, hogy a zeneszerző Szekszárdon töltött napjai mennyire meghatározóak voltak a megyeszékhely zenei kultúrája számára. Az ünnepség további részében Kaciá János nyugalmazott levéltári főtanácsos mesélt Liszt Ferenc látogatásairól, majd Király Csaba zongora és orgonaművész, az Országos Liszt Társaság elnöke adott zongorakoncertet az egybegyűlt közönségnek. Gyönyörű zongorajátékkal szórakoztatta a közönséget Király Csaba, zongora és orgonaművész, az Országos Liszt Ferenc Társaság elnöke. A Vármegyeháza dísztermében megtartott Liszt emlékesten a közönség nem csak a műveit hallgathatta meg a híres zeneszerzőnek, hanem a Szekszárdhoz fűződő történeteit is, a szervező Kaciá János nyugalmazott levéltári tanácsos előadásában. 175 évvel ezelőtt járt Liszt Ferenc először Szekszárdon, de ez a dátum nem csak emiatt fontos a tolnai megyeszékhely lakóinak. 1846. október 12-én elkészült az új városháza, és másnap érkezett meg Liszt Ferenc. Megmutatták neki a város új büszkeségét. A mai szavakkal azt mondanánk, hogy ugye akkor ünnepélyesen felavatták, ilyen szallagátvágás nélkül, de megünnepelték azt a szekszárdi lövész egylet hangoskodásával, hogy elkészült az új városháza. Másnap Liszt Ferencet a szekszárdiak itt köszöntötték, mert elterjedt a híre, hogy milyen jeles vendége van a városnak. Szerenádot adtak neki August Antal kastélyának ablakai alatt. A szekszárdi dalárda énekkel köszöntötte a mestert, meg sokan láthatták is, mert az első látogatása idején 12 napig volt összesen Szekszárdon. Reggelenként ment a kis breviáriumával a kezében a belvárosi templomba egy imádkozásra. Nos, ez az esemény, ez a 12 nap még egy dologra alkalmat kínált a városnak. Ugyanis 18-án volt itt a hangverseny, déli 12 órakor, és a sok vendég miatt, aki kimaradt, azok számára este megismételte, de 4 napra rá, 22-én volt a születésnapja Liszt Ferencnek, 35. születésnap, jeles alkalom arra, hogy a házigazda August Antal és az egész város, hogy úgy mondjam, együtt ünnepeljen Liszt Ferenccel. Megint nagy ünneplések, dalárda, fáklyás felvonulás, stb. Így esett, hogy Liszt Ferenc közel került Szekszárdhoz, és a szekszárdiak számára ez nagyon fontos volt. Még 3 alkalommal fogadta el August Antalnak a meghívását. Sokszor hallom, egy-egy helyen büszkén emlegetik, hogy egy egész napot náluk töltött Liszt Ferenc. Itt a 4 látogatása alkalmával összesen 141 napig tartózkodott, és több zenei eseménynek a művének a megkomponálása és különböző más ünnepi alkalom fűződik a 4 látogatás és annak emlékéhez. Ennek a látogatásnak az emlékére komponálta meg a 8. magyar rapszódiát, ami a magyar népzene alapjaira épült. Király Csaba zongora és orgonaművész, az Országos Liszt Társaság elnöke elmondta, missziójának tartja, hogy a szekszárdi Liszt csoportot életben tartsa, hiszen már alig rendelkeznek tagokkal. Ez az alkalom arra is apropó kell, vagy szeretném, hogy legyen, hogy csatlakozzanak új tagok, és élesszük újra a szekszárdi csoport életét. Ugyanis vezető hiányban is szenvedünk, és sok a feladat, pláne elnökként. Ez úgy nyomja az embert, és pont azon a helyen, ahol óriási kötődése van Lisztnek, és egy kicsit keményen fogalmazva, egy kicsit ez szégyen az országra nézve, hogy egy ilyen erős kötődésű város, mint Szekszárd, nem szabad, hogy ne legyen vezetője egy országos egyesületnek,
vagyis a társaságnak, ugye a Liszt Ferenc társaságnak, akinek ugye több városban van tagozata. Itt Husek Rezső idején nagyon fellángolt a csoport élete, és azután is még egy pár évig, és én nagyon szeretném, ha találnánk egy olyan lelkes vezetőt, aki a Liszt ügyet úgymond kézbe veszi. Király Csaba azt is hozzátette, hogy munkája során igyekszik megszólítani a fiatalokat és buzdítani őket arra, hogy tovább gondozzák Liszt Ferenc munkásságát. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy ideiglenes tagság, hogy amíg diák valaki vagy, vagy nem tudom, 5 évre. Ez egy élet elhivatottság, hogy belépek egy társaságba, és cserébe óriási lehetőségeket kapok, mert számtalan koncertre szinte ingyen járok azért az éves tagdíjért, és hát ugye országosan van alkalmunk meghívni nagy muzsikusainkat, és számos nagyon érdekes előadást is hallhatunk lisztkutatóktól, tehát gyakorlatilag a meghívottak listája az egy szabad terület. Az emlékestet Gyurkovics János Szekszárd megyei jogú város alpolgármester egy ünnepi köszöntővel nyitotta meg, ahol elmondta, hogy meghatározó szerepet játszik a mai napig a zeneszerző hajdani jelenléte városunknak. Nagyon-nagyon örülünk, hogy a városunkat is felkereste, a város befogadta, és Liszt is örömmel érkezett mindig Szekszárdra, és nagyon jó hangulatba töltötte el itt a idejét, és természetesen a művek, amik itt képződtek, vagy itt kerültek elkészítésre, abból gondolom én, hogy egy része bemutatásra kerül ma este, és akkor nagyon jól fog szórakozni a publikum. Liszt Ferenc 4 alkalommal járt városunkban, összesen 141 napot töltött itt. Az eltöltött napok azóta is meghatározóak a megyeszékhelynek, hiszen a látogatásai jelentős mértékben hozzájárultak Szekszárd kulturális és zenei életének fejlődéséhez. A Léleképítő sorozat újabb előadója Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus volt, akivel az elmúlt években megélt válsághelyzetek lelki hátteréről és megoldásokról beszélgettünk. A népszerű szakember azt tanácsolja, a legjobb megoldás mindenki számára, hogy épüljen neki azok a társas kapcsolatok, amelyben az egyén meg tudja osztani problémáit, és így segíteni tud saját lelki nehézségeinek megoldásában. Ami az elmúlt években elintárult, valójában egy válság folyamat, és azóta él az emberiség egy egymást érő negatív hullámzásban, melynek a gazdasági visszaesésben, a bankrendszer válságában, napjainkban pedig az emberiséget sokszerűen érő felismerésben, a környezeti változások lassan visszafordíthatatlan negatív folyamatában, és most a Covid-ban mutatta meg a társadalmak gyenge pontjait. A folyamat odáig jutott, hogy most már az egyén életét fenyegető helyzeteket kell megélni, mondta el gondolatait Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus. Amikor én arra gondolok, hogy a jelen vagy a közelmúlt helyzete, én nem tudok attól a háttértől elvonatkoztatni, hogy megfigyelhetők azok a egymásra boruló, egymásba, mint a hullámok beölelkező válsághelyzetek, amelyek valahogyan olyan módon hívják fel az ember figyelmét arra, hogy miben vagy, tudatosítsd, hogy miben vagy, és mi a felelősséged ebben. Most konkrétan, hogy egy válsághelyzet az mindenkit egyénileg is hihetetlő megvisel, mert nekem 4 olyan tényezője van, amitől függ, hogy mennyire készíti ki az ember, bocsánat, hogy ilyen egyszerű szavakkal fogalmazok, de ugye az egyik, hogy milyen intenzív a behatás, hogy milyen hosszú ideig tart, hogy mennyi az esély, hogy van valami cselekvési lehetőség,
egészségem, és végül mennyire károsít. Hogy maradandóan károsítja az életünket, vagy sem. Most, ha mi azt a helyzetet, amit hömpölyög most már az ezredforduló óta, egymásba öltekezve nézzük, a jelen helyzet egy súlyos krízis helyzetnek feleltethető meg. A legnagyobb baj állítja, hogy az embereken újra lesz a félelem. Nem találnak kapaszkodókat, és elveszítik azt a hálót maguk körül, mely képes levezetni a felgyülemlő feszültségeket. Ezért veszélyes az elmagányosodás, mert nincs meg az az interakció, mely a pozitív energiákat adhatna egy krízis átéléséhez vagy megoldásához. Nagyon erőteljesen van megkongatva a vészharang, viszont mi nagyon erőteljesen védekezünk. Az egyetlen, ami reális védekezésmód, a tudomány, amelyik odaáll és keresi a megoldásokat. De mi lelkileg, emberek, meg kell, hogy találjuk a saját útainkat, amik nem kórosak, és vannak ilyen utak. Vannak szabályok, amiket már kialakítottak, hogy válsághelyzetben mit csinálj, ne maradj egyedül. Elsősorban ugye az ősi stressztörvény azt mondja, ha ilyen pánikhelyzet van, hogy mit csináljunk, üs vagy fuss, na egyik se lehet. Tehát mi ezt már, hogy úgy mondjam, a szocializációban túl vagyunk rajta. Most akkor valamit mégis tenni kell. És akkor jönnek sorban azok a lehetőségek, amiket az ember tehet. Egy biztos, hogy legyen valaki másik embertárs, akihez, akivel együtt vagyunk, tehát ne maradj egyedül, és mondd el azt, ami benned van. A megoldás a szolidaritás felébresztésében van, mert az emberek egymásnak segítői és éltetői. Ha ezt felméri és felébreszti a társas kapcsolatokban rejtő lehetőségeket, energiákat, ha képes lesz odafigyelni a másikra és segítséget nyújtani, akkor pozitív folyamatok indulnak majd el az egyénben és rajta keresztül a kisebb csoportokban, majd a társadalomban is, mondta Bagdi Emőke. Az embernek a szeparációs félelem a legősibb félelem, a halál félelem is valójában szeparációs. A kisgyerek is azért kiabál annyira, hogy legyen valaki ott vele, sötét szobát se bír, mert nem bírjuk a magányt, a szeparációt. Szóval van valaki, legyen valakit, mondd el, miről van szó, ventilálj. Ez miért fontos? Mert amikor ér minket egy ilyen nagyon megrendítő olyan esemény, amivel nem tudunk mit kezdeni, akkor az történik, hogy az érzelmi agyunk hirtelen ezt mintegy úgy szippantja be, és temeti magába, úgy mondjuk enkapszulálja, bezárja egy kapcsolat, és becsúszik az én érzelmi tudatomba, de az időtlen sajnos, és amit egyszer oda becsúsztattam, az ott csak zavarkeltő, mert gyakorlatilag a rágondolás az, tehát én meg tudok szabadulni a gondolattól, de a feszültségtől nem, azt meg betemettem. Na most azért jó, ha ezt megértjük, mert mindjárt megértjük, hogy mit jelent az, mikor én megszólalok, akkor az történik, hogy az, ami ott be van rekedve, azt én visszacsalogatom a szavak útján, hogy elmondjam, mindegy, hogy csak töredékét mondom el, egy-két mondatot mondok el, de kinyitom és szellőztetem, megszabadítom attól a feszültségtől minden, ami a segítség, társas, lélektől lélekig, embertől emberig, egymásnak vagyunk szolidárisan az éltetői, a segítői, és ezt nagyon komolyan kell vennünk. És mikor már semmi szabadulásra úgymond nem volna lehetőség, el ne felejtsük, hogy egy út még van fölfelé, ha előre oldalt akár, mert nem mehetünk fölfelé még, igen, ez két dolgot jelent, a szellem hatalmát, a kreativitásunknak az erejét, a másik pedig az, hogy van egy út még, és akinek van istene, vagy van magasabb régió, és azt megtölti igazi szellemi tartalommal, Isten mindig ott van, aki segít. Az októberi hónap műtárgya sorozatban kiállított anyag nem csak régisége és szépsége miatt érdemel figyelmet. A Vosinszky-Mór megyei múzeum folyosóján látható kegyérem Simon tornyáról származik. A Nikölsburgi 18. századi kegyérem Simon tornyáról ovális alakú, öntött, vékony sárga részből készült. Felső részén félkör alakú apró kerek lyukkal ellátott nyúlvány látható. Benne vékony kerek átmetszetű kis karikával, mely a felfüggesztést szolgálta. Enyhén deformálódott, sérült és hiányos. A Simontornyai vártól északkeletre egy feltárás során, egy régészeti megelőző feltárás során találtunk, Kárnémet András kollégám vezetésével,
itt egy törökkori, illetve kuruckori sárcnak a töredékét találtuk meg, ami a várnak egy megerősítése volt. Vannak korabeli források, illetve a tárgyi emlékek is alátámasztják, hogy a törökkorban épült maga a sárc, és a kuruckorban ezt megerősítették. Itt ez akkor egy ilyen mocsaras terület volt, és ebben a mocsaras feltöltésben találtunk 4 darab kegyérmet a 2020-as feltáráson, és ebből az egyik ez a csehországi eredetű kegyérem. Ez egy nagyon apró tárgy, sárga részből készült, ovális alakú felfüggesztő füllel van ellátva, amit feltehetően egy rózsafüzérnek a végén hordtak, vagy esetleg felvarva kabátra. A kegyérem egyik oldalán ovális keretbe foglalva a Nikelsburgi Loretto kápolna látható, a Domus Laurettana Nikelsburg Ens felirattal. Másik oldalán a Lorettói Madonna látható díszes ruhában, kezében a kisded Jézussal. Két oldalán angyalok, felettük egy-egy füstölő. Amikor előkerült a kegyérem és restaurálásra megtörtént, akkor a felirata olvashatóvá vált, itt lehetett elolvasni, hogy Nikelsburgról van szó. Én felvettem a helyi múzeummal a kapcsolatot, hogy van-e esetleg náluk ilyen tárgy, de azt a választ kaptam, hogy nem található náluk a múzeumban egyáltalán ilyen tárgy, és a véletlennek köszönhetően kiderült, hogy Olmutzben egy feltárás során találtak hasonló kegyérmet egy sírban, és akkor ez alapján lehetett valamilyen módon nekiállni egyáltalán a kutatásnak. Az érem elkészülésének időszakában a zarándoklatok lettek akkor egyik legmeghatározóbb vallási formái. A zarándoklatok és búcsú ünnepek alkalmával a kegyhelyeken emlék és kegytárgyakat tudtak magukhoz venni a hívők, melyet az eredeti szentnek tekintett tárgyhoz érintve szentelménnyé váltak. Így az eredeti tájtól átvett tulajdonságokkal vitték magukkal ezeket, egészséget, bűnbocsánatot remélve. Arról sajnos nincsen semmilyen írásos dokumentumunk, hogy esetleg Magyarországról, vagy esetleg Simótornyáról, Mikulov városába szerveztek-e zarándok utat, úgyhogy erre nem tudunk pontos választ adni, viszont a hasonló korú barokk zarándoklatok alapján inkább az feltételezhető, hogy egy cseh vagy morvországban származó ember hozta magával valamikor a 18. század folyamán ezt a tárgyat. A nikelsburgi kegyérem érdekessége, hogy sem a cseh nyelvű szakirodalomban, sem a helyi Mikulovi regionális múzeumban nem található ilyen darab. Ugyanakkor párhuzamként két darab kegyéremről tudunk. 2016-17-ben az Olomouci Palacki Egyetem épületének felújítási munkálataikor a helyi régészeti hatóság a feltárás során a Szent Péter és Pál templom körüli temető részletét tárta fel, ahol két sírból is került elő a Simon tornyaival megegyező kegyérem. Ezeket a kegyérmeket még 1572-ben 5. Sixtus pápa engedélyezte, hogy a különböző búcsújáróhelyeken eladhatóvá váljon. Erre főként azért volt szükség, mert a korai kegytárgyak, illetve erekéknek az elhordása, hogy ugye minden templomban legyen egy-egy darab, ezáltal elaprózottak ezek a korabeli erekék, és ezáltal kevésbé szórottak szét a világban, és ezeket a kis tárgyakat tudták ugye akkor hazavinni magukkal az emberek. Nikelsburgban Dietrich Steinbíboros indítatására a Mária kultusz iránti személyes tisztelete jeleként pápai engedéllyel 1623-ban kezdték el építeni a Lorettói kápolnát Giovanni Giacomo Tencala tervei alapján, ahol az eredeti kegyhely Madonnájának másolatát helyezték el. A magyar régészetben, illetve a néprajzban ezeknek a kegytárgyaknak a kutatása ez még korai. Már olyan értelemben korai, hogy még ilyen gyerekcipőben járunk vele. A régészeti feltáráson nagyon kevés kerül elő, mert ugye a régészeti feltárások, illetve a régészet tárgykörébe tartozó leleteket 1711-ig datáljuk onnan. Attól korábbiak mind a régészethez tartoznak, és egy kora újkori temetőnek a feltárása az nagyon ritka régészek által.
Itt Tolnamegyében például magán Tolnán annak idején a selyemgyárnak a feltárása során kerültek elő például 16-tól 18. századig terjedő sírok, de nagyon ritka, mert általában ugye ezek a koraújkori temetők, ezekre nem épültek rá nagyon sok esetben épületek, hanem hogy a 17. századtól kezdve folyamatosak. Ezért ott nem szoktunk feltárást végezni, főként kegyeleti okokból. És a régészetnek a mai helyzetében tervásatásokat nagyon ritkán szoktunk végezni, főként leletmenteni megyünk ki, tehát ahol valahol építkezés folyik, ott tudunk régészeti feltárást végezni. 1784-ben a templom kigyulladt, és vele együtt a Lorettói kápolna is súlyosan megrongálódott. 1845 és 1852 között a templomot Heinrich Koch tervei alapján újjáépítették, de a kápolna maradványait rossz állapota miatt elbontották. Ettől kezdve kizárólag magáncélű temetkezési helyként működött tovább, és a régi templom kegy és használati tárgyait nyilvánosan elárverezték. A művészeknek az a dolguk, hogy a legsötétebb időkben is fényt és hitet adjanak az embereknek. A mondat Rákász Gergely orgonaművésztől ered, aki a Lord of the Organs sorozat újabb darabjával tért vissza a Szekszárdi Művészetek Házába. Tudták, hogy egyszer Bécsben csináltak egy felmérést arról, milyen színű a Duna. A válaszadók kétféleképpen vélekedtek a kérdésről. Egyesek szerint kék, ahogy a Strauss is megkomponálta. A mások szerint viszont szürke. Hogy mi múlik, hogy ki milyennek látja? Nem hiszik el. A lelki állapotán. A szerelmesek kéknek látják. A többiek szürkének. Rákász Gergely története csak az egyik volt azokból, amelyekkel megörvendeztette a közönséget. A Lord of the Organs sorozat dramaturgiája nem változik, csupán a zenék és a történetek. A felületes szemlélő számára egy koncert az úgy néz ki, hogy egy valaki leül és játszik, vagy sok valaki leül és játszik, és más valaki meghallgatja, de ez csak a felszín, ez csak az anyag világa. A lelki része ennek az, hogy meggyőződésem, hogy minden művész, aki alkot, az valahonnan-onnan föntről hoz valamit. Az megfordul ő benne, odaadja azt, annak, aki meghallgatja, megnézi, elolvassa, az visszamosolyogja belé, visszatapsolja belé, együtt kialakul egy fantasztikus atmoszféra, és tudod, szerkesztő úr, én a koncertek végén olyan hálás vagyok, hogy én adhattam ezt a koncertet, olyan szép a magyar nyelv, hogy okkal mondja, hogy valaki koncertet ad, hogy én meggyőződésem, hogy azzal a hálával megy vissza az az energia oda, ahonnan jött is. És normális esetben ez így megy. De ez eldugult, ez az áramlás. Tehát, hogy ezt tömte el a Covid, és egészen elképesztő volt az egyik oldalról előadóként, alkotóként érezni azt, hogy mennyire igaza van Hamvasnak abban, hogy a fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Nem tudtunk adni, nem vált áldássá, feszített bennünket, egymással beszéltünk a művészekkel, hogy senkinek se volt jó. És a közönség pedig ugyanezt érezte a másik oldalról, és meggyőződésem, hogy ettől voltak euforikusak az első hangversenyek. Szóval nem egyszerűen jók, én nem tudok olyan jól játszani, mint amennyire jók voltak azok a koncertek. Euforikusak voltak. És aztán Isten igazából az meg úgy feltöltött bennünket, az egész csapatot, engem is, mindenkit, aki körülöttem dolgozik energiával, hogy azóta, mint ilyen rakétahajtóműveken ülnénk, megyünk előre, és egyik koncert, hála Istennek, jobb, mint a másik. Ezt a dalamot mindenki ismeri. Ravel bolerója olyan világban készült, amikor emberek haltak meg. Nem egy vírus, hanem egy háború áldozataként. De Ravel közben remek művet alkotott.
A zene, meg egyáltalán a művészet azt gondolom, hogy pontosan abban segített aztán, de egyébként bármelyik történelmi korban abban segített az embereknek, hogy feldolgozzanak, könnyebben feldolgozzanak ilyen élethelyzeteket. Fogok ma beszélni Ravelről, játszom a Bolerót is. És van Ravelnek egy gondolata, azt mondja egy helyen, hogy egy művész még a legsötétebb korban is találjon magának annyi szépséget, amelyet tálcán nyújthat az őt követőknek. És azért, szóval ezt Ravel nem a Facebookon olvasta, hanem ezt ő kiizzadta méghozzá az első világháború alatt. Tehát az ő életrajz egy háborús életrajz, és ő nem Covidot kapott a nyakába, hanem gáztámadást, meg verdöni vérszivattyút. És tehát ha valaki okkal írhatott volna sötétséget, borút, halott fiatalokat, vérfürdőt és szörnyű dolgokat, az mondjuk ő volt. Nekünk meg kutya kötelességünk lenne meghallgatni, mert hát mégiscsak hát legalább éljünk át belőle valamit. De ő azt mondja, hogy még ebben a korban is keressünk szépséget. És ha valamit útravalóul fogok tudni adni a mai koncerten a tisztelt hallgatóknak, az ez. Természetesen engem is inspirál az, hogy milyen pillanatokban élünk. Amikor én elkezdtem foglalkozni ezzel az idei éves műsorral, akkor úgy voltam vele, hogy na most aztán minden sötétséget eljátszom, amit megírtak valaha a zenetörténetben, hiszen ez van, mögöttünk, ezt ki kell játszani, és akárkinek mondtam a baráti körben, a csapatban, a közönséggel tartom a kapcsolatot a közösségi médiákon keresztül, mindenki olyan furcsán nézett rám, hogy elment az eszed, tehát hogy biztos, hogy most kell Requiemet játszani. És úgy végig gondoltam, hogy igen, ez valószínűleg nekem nagyon jó lesne kijátszani magamból ezt a rengeteg sötétséget, de nem ennek van az ideje, hanem fényhozókat kell játszani, olyan darabokat, amelyeket, hogyha ne adj Isten, mégis bezárják a világot, és a kedves hallgató ezt a koncertet tisztelte meg a figyelmével, akkor egy 2-3 hónapra rendben legyen a lelke, emelkedjen föl, és vigyen magával annyi lelki táplálékot. Ha valamit megtanultunk a Covid alatt, akkor az az, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Az elején attól féltünk, hogy nem lesz WC-papír, meg hogy nem lesz mit enni, és mindenki megrohanta a boltokat. Aztán kiderült, hogy azért enni van mit, de a lényeg meg hiányzik. Nem tudtunk táplálkozni belül. A szellemünket, a lelkünket nem tudtuk táplálni. Tehát ha valamit megtanultunk, akkor az, hogy erre is kell, legalábbis kultúrember, igényes ember erre is igyekszik figyelmet fordítani. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy töltsük fel a lelkünket. Aztán lássuk, hogy mit hoz az ősz, ami rajtam múlik, azt meg fogjuk tenni. A koncertet hallva a személyes véleményem az, hogy akkor este ott mindenki jól lakott. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!